Sziasztok, Somogyi Bence vagyok. Hello, én pedig Milan Mijatovics. Hány szót ismersz magyarul? Lehet, én többet tudok szerbül. Na jó, csak vicceltem. Hajrá! 3-2. Jó ragát, jó napo. Sziasztok. Szervusz. Bal, jobb. Na. Bal, jobb. Na. Azaz, igen. Nagyon jó. Többre nem emlékszem. I can't remember more. Úgy hallottam, szereted az erdőt, a vadászatot és a kutyákat. Honnan ered ez a kötődés? A családomban mindenki vadász. A nagyapám, az apám és a nagybátyám is. Egy kis faluban a hegyekben születtem és éltem gyerekként a nagyapámmal. Szerintem ezért kedvelem jobban az erdőt, mint mondjuk az olyan helyeket, ahol meleg van. Ha a hideg és a meleg időjárás közt kell választani, én az előbbire szavazok, talán mert a faluban is mindig hűvös volt. Mikre vadászol? Általában disznókra. Szerintem vaddisznóra gondolsz. Farkasra, rókára. Farkasok is élnek ott? Persze, rengeteg, főleg a hegy magasabb pontjain. Nem veszélyes ott lakni? Nem mennek túl közel hozzátok? De igen, közel mernek jönni, de nem támadnak emberre, csak más állatokra, például juhokra vagy néha lovakra. Medvék is élnek ott, ők veszélyesek, főleg ha velük vannak a bocsaik. Olyankor nem megyünk inkább az erdőbe. Vadászunk még nyúlra is, azt hiszem mindent elmondtam. A Border Collie a világ egyik legintelligensebb kutyafajtája. Nagyon időigényes és rengeteget kell vele a szabadban lenni. Mi viszont lakásban élünk, így napi 3 órát sétálunk és játszunk vele. Ez lett a hobbim, mivel tényleg sok időt töltök vele. Előtte egyetemre jártam, szóval az alatt a 6 év alatt tanulással telt minden szabadidőm. Milyen szakra jártál? Mezőgazdasági mérnök vagyok. Eredetileg 3,5 éves a képzés, nekem kicsivel tovább tartott, mert az egyetem Kaposváron volt, én pedig Budapesten éltem. Az első 2 évben Kaposváron laktam, utána Budapestre költöztem. Nehéz volt az ide-oda utazás, de múlt decemberben, lassan 1 éve, sikerült befejeznem a képzést. Állatokról, élelmiszerekről, mezőgazdaságról tanultam. Nagyon szeretem. Milyen extrém sportokat próbálnál ki? A snowboardot biztosan. Egy Szlovéniához hasonló helyen, ami gyönyörű, alkalmas a snowboardozásra, és a kutyámat is vihetem oda. Amit még kipróbálnék, az a bungee jumping. A barátnőm már túl van az első alkalmon, még a videót is nehéz volt végignéznem az ugrásáról, de ha csak egy alkalom lenne, akkor kipróbálnám. Mivel kedvelem a folyókat, a raftingot mindenképpen kipróbálnám, és a kajakot is. A bungee jumping engem is érdekel. Ha bármilyen híres emberrel, celebbel találkozhatnál, kit választanál? A pályafutásom kezdetén Buffon volt a példaképem, és olyan akartam lenni, mint ő. Szóval, ha tehetném, vele akarnék találkozni. Játszottál már ellene? Még nem, de láttam őt védeni élőben. Imádom a filmeket. Az egyik kedvenc színészem Will Smith, a másik pedig Kobe Bryant, aki már több mint 1 éve meghalt. Ha még élne és megtehetném, akkor velük találkoznék. Ők óriások a szememben. Kobe egy fantasztikus kosaras volt, Will Smith pedig eszméletlen király mindegyik filmjében. Én Amerikába mennék. Egy olyan túrára, ahol megnéznék egy kosár, egy NHL meccset, és kilátogatnék más sporteseményekre is. Télen mennék, mert a nyári időszakban szünet van az NBA-ben és az NFL-ben is. Persze ez az egész túra csak a focista pályafutásom után lehetséges. Na és neked mi az álomhelyed? Nekem nincs ilyen különleges vágyam. Én a hegyekbe, a természetbe mennék. Nem már, folyton ezzel jössz. Oké, nem a hegyekbe akkor, hanem a folyóhoz, tavakhoz, de nem túl meleg helyre persze.
Szóval ezek nem túl különleges helyek, de az a vágyam, hogy a pályafutásom után, ha az egyik nap azt mondom, hogy oké, okay, ma ehhez a tóhoz utazok el, akkor megtehessem. A családdal? Persze. Van valami, amit szívesen megtanulnál? Szeretnék kapus edző lenni, de ehhez szükség van papírra. De a tapasztalatom szerintem megvan hozzá. Persze, ez még sok idő. Én is szeretnék kapus edző lenni. Nem edző vagy másodedző, csak kapus edző. Megpróbálom majd megszerezni az ehhez szükséges engedélyt. Mi az élet célod? Nekem mindig a családom volt az első. Ezt tanította nagyapám apukámnak, és ő nekem. Mindent meg akarok tenni a családomért, és mindent megadni nekik, amire szükségük van. A család a legfontosabb, és hogy egészségesek legyünk. A többi másodlagos. De mi a helyzet a focival? Szerepelsz a válogatottban, de biztos vannak még céljaid. Igyekszem én lenni a legjobb, senki sem tudja, mennyire van magasan a plafonja. A kezdetektől beleadtam mindent az edzéseken és a mérkőzéseken is, és továbbra is ez a célom, hogy feljebb lépjek. Volt egy válműtétem 2015-ben. Ezután megfogadtam édesapámnak és magamnak is, hogy pályára fogok lépni a magyar első osztályban. Most itt vagyok és készen állok. Szeretném betartani az apámnak és magamnak tett ígéretem. A sérülés után nagyon nehéz volt talpra állni. Akkor a negyed osztályban játszottam, utána harmad, majd másodosztály következett. Akkor még a Kazincz Barcika játékosa voltam, most pedig itt vagyok az MTK-nál, az egyik legnagyobb csapatnál, ahol valaha játszottam. Végig az lebegett a szemem előtt, hogy az NB1-ben akarok játszani, és be is akarom ezt tartani. So, I want to reach my targets like this.